Sziasztok! E heti vadászfeleselünkben egy meglehetősen pikáns témát választottunk. Belterületi vadelejtés. Molnár Balázzsal Veresegyházán fogunk beszélgetni, aki immár 14 éve gyakorolja ezt a tevékenységet, ami ugye nem vadászat. Mi is ez tulajdonképpen? Hogyan lehetne apostrofálni? Igen, ez valóban nem vadászat. Ez egy rendőrség és önkormányzat másképpen fogalmaz, ez belterületi vadkelelhárítás vagy rendészeti vadkilövésnek szokták titulálni, de ugye nem vadászterületen történik ezeknek a vadaknak az elejtése, hanem belterületen csak. Hogyan kell ezt elképzelni? Hogy kezdődött? Ki kért föl téged erre a tevékenységre? Egyáltalán hogyan csöppentél bele? Ez 2011-ben kezdődött, akkor kaptuk meg az első engedélyt Szentendrén, ott egy kisebb IASZ csoport lett felkérve erre a tevékenységre, 15-20-an voltunk talán, amikor elkezdtük, és onnantól elindult Pomáz, Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfó irányába, én elég gyorsan ott hagytam azt a társaságot, inkább azt mondom, hogy megkerestem a Tahitótfalu és Dunabogdányi polgármester urat, felvetettem, hogy ilyen lehetőség van, ez a tevékenység működik, érdekes lehet-e, és akkor gyakorlatilag nekem onnantól indul igazából ez a majdnem, hogy önálló tevékenység, de akkor sem volt önálló, mert többen voltunk, és amikor elkezdtem ezt a tevékenységet most a lakhelyem környékén, Gödöllő, Szada, Veresegyház környékén, akkor nyilván nekem már egy nagy távolság volt átmenni Dunabogdány és Tahitótfalu irányáig, és akkor az abban maradt, ott mások végzik ezt a tevékenységet, viszont már nem lehet ilyen, csak lőfegyverrel. Hogyan kellett ezt elképzelni? Szólt valaki, hogy van a kertjében egy turkáló konda, értesítettek benneteket, ti pedig íjjal felfegyverkezve, ami ugye sporteszköznek minősül egyébként a vadászi is, oda mentetek és terítékre hoztátok, avagy ahol mondjuk rendszeresen felbukkant valamilyen vad, akkor ott kiültetek esetleg lesbe, tehát mi volt ennek a konkrét megvalósulási formája? Az elmúlt, én nem is tudom, talán ez a 10 évben jelentősen megemelkedett az a vadmennyiség, ami belterületen előfordul. Régen beszélgettem az öregekkel, nagybátyámmal, nagyapámmal is, hogy nem volt ilyen. Valami oknál fogva ez elindult nagyságrendileg abban az időszakban, és az önkormányzatok egyszerűen keresték azt a megoldást, hogy mi lehet erre a megoldás konkrétan, és hát mindenki nagyon szívesen fogadja, hogy ilyen egyáltalán létezik. Tehát az önkormányzatnak fönnállt egy problémájára, amire kellett egy megoldást találni. Ez gyakorlatilag volt az első lépés. Annak a mikétjét pedig ugye adták a jogszabályi hátterek, ami egy kicsit hiányosak, de azért életbe lehet tartani ezt a tevékenységet. Nyilván ugye kell egy rendőrségi engedély hozzá, egy fegyverhasználati engedély, amit az önkormányzat jegyzője kér meg a tevékenységet végző személy részére. Ez az egésznek a teszem azt alapja. Minden esetben ott van a rendőrhatóság részéről is, önkormányzat részéről is, vadászati hatóság részéről is valaki, amikor belterületi vadelejtés történik? Nem. Ebben az esetben vagy egy megbízó levelet, vagy egy szerződést kapunk az önkormányzattól. Ugye az önkormányzat megkéri a rendőrségtől a fegyverhasználati engedélyt, a rendőrség pedig megszabja, érdekes területileg másképpen, de igazából a jogszabályi háttere ugyanaz, hogy milyen feltételek mellett lehet és hol lehet a fegyvert használni. Ahol is egy érdekes dolog, helyrajzi számok, utcák vannak felsorolva, de előfordul olyan község is, főleg a kisebbek, akik azt mondják, hogy teljes belterületre megadja a rendőrség a fegyverhasználati engedélyt. Nyilván ekkor a lakosságot kell értesíteni az önkormányzat részéről, illetve nyilván, ha meglátnak fegyverrel az utcán, akkor mi is lekommunikáljuk.
Például említettem Tahitótfalu Dunabogdányt, ott például plakátokat tettünk ki, az önkormányzat is publikálta ezt Facebook csoportba, amennyire lehet minden irányba, hogy ne legyen bő probléma. Ezt kérdezni is akartam, egyáltalán a civil lakosság hogyan viszonyul hozzátok? És egyáltalán a belterületi vadelejtéshez, mert egyrésztről nyilván bosszantja őket, hogy mondjuk a kertet végig túrja éjszaka a disznó, vagy tönkre teszi a kerítést. Másrésztről viszont azért nyilván a vadászat ellenesség mégiscsak ott van az emberek egy jelentős részénél. Ti kezelitek a problémát, de ők vajon elfogadják ezt a kezelési módot? A 13 év alatt egyetlen egy olyan alkalom volt, amikor egy lövés után nyilván valaki bele kiabált az éterbe, illetve igazán van a lélegőbe. Nyilván akkor lámpa föl, bekapcsol, oda megyek, bemutatkozom. Ez történt, elnézést, hogy felkeltettem, valóban én voltam. Nem lesz több ilyen a mai nap folyamán. Egy ilyen volt. Ellenben olyan volt, hogy azért jelentettek föl, hogy miért nem az ő telke előtt ücsörgök 2-3 éjszakán keresztül. Tehát azért konkrétan a rendőrségen is feljelentettek, meg feljelentettünk a tájegységi fővadászírnál is, hogy nem végzem eléggé munkámat. Tehát amellett egyetlen egy negatívumot nem tudok mondani. Talán a róka csapdázás esetén volt egy, hogy nyilván kitáblázzuk a mezőrséggel együtt, hogy ebben az utcában élve fogó róka csapdák vannak, és ott volt egy negatív komment. Amellett nem tudnék azt mondani, de nyilván ez rengeteg lakosokkal való pozitív megerősítés, vagy pozitív kommunikációt jelent. Ha már az eszközparkra utaltál, ugye íjászattal kezdted, vagy vadászíjjal kezdted, ezek szerint csapdákat is használsz, élvefogó csapdákat, ölőcsapdát is egyéb iránt? Fú, én nem tudom, ki az a bátor ember, aki ezt megmeri tenni. Nem, tehát én nem használok, csak a kábeles visszatartó csapdát és ládacsapdát. És nyilván a legtöbb vadelejtés az golyós vadászlőfegyverrel kezdődik. Már ez is egyfajta ellentmondás, hogy vadászlőfegyvert használsz, de ez nem vadászat. Erre milyen megoldást lehetett találni? És ugye amikor még nem volt engedélyezve például az éjjellátó vagy a hőkamerás célzóberendezés, nyilvánvalóan belterületen ez szükségszerű volt a vadkár megelőzése céljából. Arra esetleg a rendőrség mutatott annyi rugalmasságot, hogy ezeket már te jogszerűen használhattad korábban is? Volt ilyen irányú kommunikáció a rendőrséggel. Az igazság az, hogy az, hogy az egyik kapitányság mit gondol, nem biztos, hogy egy másik kapitányság ugyanezt gondolja, ugyanezekről az éjjellátó célzó berendezésekről. Amúgy én szükségesnek tartom a használatát. Egyszerűen annyira óvatosnak kell lennie, annyira biztosnak kell lennie a lövésbe, hogy nem tehettem meg, hogy ne használjak éjjellátó eszközt. Mármint belterületen. Nyilván a vadászterületen, amikor ez tiltott volt, nem használtuk. Belterületen használtam. Most is használok, sőt most van két kollégám, és nem engedem ki őket olyan eszközzel, amivel nem látják minden kétséget, kizárólag az, hogy mi van a célterületen, és mi van mögötte. Tehát minden esetre hőkamerával először felmérjük a terepet, nyilván az ember pár év tanulmás vagy gyakorlás után már látja akár pár fokban, hogy hova lehet lövést tenni, mi van mögötte, hol van házak, vagy hol vannak házak, vagy bármi. De ezeket az eszközöket használjuk, és visszatérve, hogy vadászlőfegyver, az első időszakban például, amikor a hangtompítót engedték hivatásos vadászoknak, nekünk nem. Azért nem, mert nem szolgálati lőfegyver volt, hanem vadászlőfegyver volt. Ebben sosem volt a rendőrhatóságnak semmilyen hozzáfűzni valója, hogy ez vadászlőfegyver, mégsem vadászat. De a hangtompítót nem engedték, ugye tavaly novemberig. Azóta nyilván alkalmazzuk, és ugye azt veszem észre, hogy először meglepődnek,
De csak azért, mert már megszokták a lövést. És most nem volt. Vagy csak jelentősen kevesebb a hanghatás. Milyen kaliberű puskákat használsz egyébként? Nyilván itt a lőtávolság azért lényegesen rövidebb, mint egy vadászaton. Igen. Én a kollégáimmal is magam szembe is egy olyan, óvatosságot várok el, ami gyakorlatilag semmilyen társas vagy egyéni vadászaton nincsen. Én összeollóztam, összeállítottam egy balesetvédelmi jegyzőkönyvet, ezt mindenkivel aláíratom, mindenkivel, hát hárman írtuk alá, és ez le van fűzve az önkormányzatoknál is, amiben én igazából meg is szaktam a maximális lőtávolságot. Visszatérve a kaliberre. Ez mennyi, bocsánat? Én ezt 40 méteren belül. De a 40 méter is nagyon sok. Tehát jelen esetben az elmúlt 8-10 évben, amióta használok 2.22-est, és itt a válasz, hogy én gyakorlatilag 2.23-as alatti kaliberekre, inkább úgy mondom, hogy nem az, hogy arra esküszöm, de az elegendő. Tehát az már akkora energiát lead, hogy most a lövés távolság 5 és 15 méter között van az esetek 90%-ában. Tehát az nagyon nagy. Tökéletesen pontos elegendő, hogy 3,2 gram megfelelő erővel, viszont nem megy át a koponyán, és nem megy át egy, mondjuk egy malacon azért átmegy, de akkor arra még jobban kell figyelni. Ez nyilván fontos szempont, hogy a lövedék maradjon benne a testbe, és ne okozzon balesetveszélyt. Ez volt az egyik olyan indok, mert rengeteget kipróbáltam, 308-as is kipróbáltam, gyakorlatilag ilyen távolságban nincs az a mag, ami nem menjen át a testen, nincs. És nem lehet ezt a luxust megengedni, hogy mögöttem van valami, nincs. Lehetőleg ne menjen át a testen, maradjon helybe, éppen ezért disznót kérdés nélkül csak fejen próbáljuk meglőni. Nyilván azt is néz, mérlegelni kell, hogy ha nem tudom, akkor hány telken keresztül tud menni a vad, mire te meg tudod találni, ismered-e azt a tulajdonost, bemehetsz-e oda, kamerarendszer van, hogy integetsz neki, hogy én vagyok, bementem, vagy küldök egy üzenetet, hogy itt vagyok, bementem, mert be kellett menni. Nem mindenkit ismerünk, de azt gondolom, hogy a telefonszámom az mindenkinek megvan, illetve a lövést követően oda sem megyek a vadhoz, már jelezni kell a rendőrségnek. A rendőrségnek még jelezni kell, hogy melyik utca, nagyságrend eleje, közepe, hátulja. Ugyanis én ezt mindig a szolgálati irányítónak teszem meg ezt a jelentést, ugyanis ugye a bármelyik lakos, és van visszajelzés, hogy előfordul, felhívja a 112-t, 112 felhívja a szolgálati irányítót, szolgálati irányító azonnal vissza tudja igazolni, hogy igen, ebben az időpontban, ezen a helyszínen volt egy lövés, és én voltam az. És akkor körbe is ért. És akkor körbe is ért ez a dolog, és azonnal lezárulik, igen. Automatikusan tehát nem jár rendőri biztosítás ilyen esetekben, de kérhetsz, volt már rá példa, hogy olyan volt a szituáció, olyanok voltak a körülmények, hogy rendőri biztosítás nélkül nem lehetett volna megoldani? Több alkalom volt, hogy kértem segítséget. Nappal a ködöllő közepén 9 órakor emeletes házak között két rendőr, két polgárőr segítsége kellett, hogy a bicikliseket, gyalogosokat próbáljunk egy kicsit lezárni, helyet keresni magára a lövésre. Elég érdekes viselkedése volt a disznónak. Ilyenkor ugye nem vált alkalmak vagy szituációk jönnek elő, és bizony ott szemből kellett meglőni két kocsi között úgy, hogy ne menjen a testből ki a lövedék. Azon azért nálam is már remegett a kezem, amikor ürítettem, letettem, és akkor éreztem, hogy ez már az a határeset, ami nekem is már sok volt. Amúgy a rendőrség semmit nem szeretne, hát úgy helyszínen lenni velünk, mert kevesen vannak. Körülbelül havonta egyszer van, vagy két havonta egyszer van, hogy körzeti megbízottal területbejárást tartunk. Volt
kellemetlen, inkább úgy fogalmazok, egy enyhén fenyegető kiabálások is, akkor kérek segítséget, és akkor körbe megyünk egy rendőrautóval, kiszállok én lőfegyverrel, meg a rendőr is. Onnantól kezdve csönd van, tudják, hogy szabály, rendben van minden. Csak akkor szólnak, hogyha effektíve történt vad által okozott kár, vagy egyáltalán már a jelenléte miatt is kérik azt, hogy menjél és old meg a problémát. Első időszakban, amíg a területet nem ismerjük, van egy adatbázis állománya az önkormányzat, ahol bejelentések vannak. Nyilván a rendőrség ez alapján adja meg a fegyverhasználati engedélyt, hogy azokban az utcában vannak problémák. Eltelik egy 3 hónap, ugye a rendőrség jelenleg 3 hónapos időszakra, hogy adja ki a fegyverhasználati engedélyt, utána meg újat kell kérni. A 3 hónap alatt úgy is kiderül, hogy még abban az utcában van probléma, abban az utcán probléma. Én azt gondolom, vagy megpróbálom úgy csinálni ezt a tevékenységet, hogy lehetőleg az önkormányzathoz be se kerüljön az információ, minél kevesebb dolguk legyen vele, annál jobban végzem a munkámat. Nyilván vannak kint vadkameráim is, tehát így a sok év alatt annyira tudom már a területnek az adottságait, a gyümölcsfák elhelyezkedését, melyik telekbe hol van be, hol lehet esetleg bemenni, hova engednek be, hol szívesen látnak, hol szólnak, hogy gyere itt a kávé, menjél ki, mert baj van, hogy automatikusan nincs szükség semmi egyéb kommunikációra, én végzem a dolgom, a rendőrségnek bejelentem a lövést, a lövés után nyilván csinálok egy fotót, természetes, a fotót elküldöm önkormányzatnak és a vadászatra jogosultnak is, és máshol ezt nem nagyon szoktam publikálni, ugyanis nem terítékfotót csinálok. Tehát ebben az esetben dokumentáció. Ez egy dokumentáció, és ahhoz, hogy lássa az önkormányzat és vadászat, jó, a vadászatra jogosult is látja, mondjuk az önkormányzatban egy ügyintőző látja, hogy mekkora a vadátrakban ráfektetem a lőfegyvert a vadra, és nagyjából így tudnak viszonyítani, illetve ezeket néha bemutatom a bejelentőnek is. Milyen vadfajokat érint leginkább a belterületi elejtés? Nyilván a legtöbb a vaddisznó. Utána róka, nagyon sok van, őz az egyre több van, szarvas is jön föl, aminek ugye nagyon nem örülünk, mármint a szarvasnak. Az őznek sem, sajnos én nem szoktam lőni az őzet, de az elmúlt héten csak 3-at ütöttek el, tehát teljesen egyenesen arányosban van az állomány mennyisége és a vad és gépjármű ütközése. És ezért nem jó, hogyha szarvas van bent, mert óhatatlanul is átjön 3-4 úton, abból 2 aszfaltút, a többi földút. A földúton nincs probléma, sosem is probléma vad és gépjármű ütközésével, de aszfaltútnál ott komoly összegek mennek el a nyilván hát komoly károk keletkeznek ugye a gépjárművekben. És hát itt a beszélgetésünk előtt mutattál már mosómedvéről készült fotót is. Igen, az egy nagyon ritka. Úgy értem, hogy hát én is egyet lőttem életembe, ezt az egyet. Nem láttam többet. A nyestet nagyon keveset tudok meglőni, tehát ez elenyésző. Fogni is nagyon nehéz a nyestet. Van ott testszorító csapdám a nyestet, de nem merem kitenni. Tehát nem, de kábeles visszatartó csapdával fogtam nyestet. Például kábeles visszatartóval fogom a legtöbb rókát. Volt, hogy kóborkutyát is fogtam meg, akkor azért segítséget kértem, mert azt én nem tudtam, hogy egy belga juhász nem lehet kivenni egy ekkora csapdából egyedül. De nagyon eredményes. Tehát volt úgy, hogy egy ilyen udvarban egy reggelre 3 rókát fogtam, 2 kábeles visszatartóval, egyet, meg egy láda csapdával. Tehát azért ez egy eredményes dolog, szükséges dolog, és esetek 90%-ában élve próbálom elszállítani a rókát. Nagyságrendeket tudnál mondani, hogy az elmúlt 13-14 évben, amióta gyakorlod
ezt a belterületi vadelejtést. Körülbelül milyen mennyiségű vadat hoztál terítékre, mennyi lövést adtál le? Nagyjából én nem túlzok, ha azt mondom, hogy közel 500 darab lövés van a kezemben. Amióta krotáliát kapok, azóta az olyan 7 éve, csak a vaddisznónál gyűjtöm az 160 darab. Azt a betyáreget. Hogy te kapsz krotáliát? Hát hiszen meglősz egy vadat, onnantól kezdve az elméletileg a vadászatra jogosult tulajdona. Amennyiben mondjuk trófeás vadról van szó, akkor nyilván a trófebemutatási kötelezettség is őket terheli. Hogyan érvényesül, mivel ez nem vadászati tevékenység, ráadásul ez egy elég faramúci helyzet jogilag is. A gyakorlatban hogy néz ez ki? Ez valóban nem egy könnyen kezelhető dolog. Első időszakban még egy ilyen 10 évvel ezelőtt egy egyedi megállapodás alapján jegyzői engedéllyel szállítottuk a vadat el a megfelelő helyre. Most már van olyan vadászatra jogosult, aki gyárt krotáliát, mert ugye a vadászati hatóság igazából nekünk külön erre a tevékenység nyilván nem ad, mert az vadászterületre vonatkozik. Úgyhogy az egyik vadászatra jogosult, az gyártat krotáliát, sárga színű B betű, legalábbis amit én kapok, gondolom máshol előfordul, hogy más színkombináció. Nem tartozik szigorú számadás alá, de a vadászatra jogosult átadja az önkormányzatnak, és az önkormányzat adja át, mert hiszen én az önkormányzattal állok szerződés viszonyba. Tehát igazából én az önkormányzatot és a lakosokat képviselem. Uh-huh. Innentől kezdve meg sokkal egyszerűbb, mert ugye ugyanaz a minta, ugyanaz a folyamat, mint az ASP tekintetében, mint egy vadászatra jogosultnál, minta bemegy, és a mintáról viszont én kapom meg vissza a jelzést, hogy hát szerencsére itt nálunk negatív minden minta, és akkor onnantól kezdve meg a vadászatra jogosultnak, és küldöm az önkormányzatnak. Uh-huh. Tehát ez a jelenlegi folyamat. És a trófeák? Tehát rendkívül keveset lövök trófeás vadat. Szarvas gyakorlatilag itt ezen a környéken egyet se lőttem. Őszbakból nagyon minimális. Tehát az évi 1-2. Ha kell, akkor én átadom a vadászatra jogosultnak. Inkább az a kérdés, hogy az a relatíve sok, amit elütnek. Van, mikor én szállítom be őket, mert a vadászatra jogosultat nyilván fölhívom, hol vagytok, tudtok-e jönni. Engem a rendőrség mindig hív, tehát vagy az önkormányzatot hívja az önkormányzat meg engem, de most már közvetlenül a telefonszám ott van a szolgálatirányítónál, a szolgálatirányító azonnal hív, én meg kimegyek a helyszínre, és sok esetben én szállítom be a vadászatra jogosultnak is a vadat. Ilyenkor próbálom bevinni a trófás vadat is, nyilván hát ezt a pár őzet, ami azért nem is olyan pár, de azon kívül nem tudom, hogy ezt bemutatják-e vagy nem. Van olyan eset, ami annyira összetörik, hogy még tehát szinte felismerhetetlen. Azt az egész testet állatkertnek takarmányozási célból hivatalosan is be lehet szállítani. Tehát van olyan. Mi történik abban az esetben, hogyha nem biztos, hogy volt rá példa, de lehet. Ne adja Isten, sebzel. A vad sebzetten kimenekül egy főútra, vagy bemegy emberek közé, sérülést okoz. Ugye a vadászati felelősségbiztosítás erre a tevékenységre nem vonatkozik. Ebben az esetben kivállalja a felelősséget. Tehát ez is egy nagyon érzékeny és keskeny mezsgye, és sajnos a jogszabályi háttér e tekintetben sem rendelkezik egyértelműen. Kié a felelősség? Ez így van, hogy enyém. Mindig azé a felelősség, aki az első többi jelentőt elhúzza. Évek óta keresek bármilyen biztosítót, hogy lehetne ezt megoldani. Nekem van felelősségbiztosításom, de nem erre a tevékenységre. És nyilván kerestem megoldást, hogy erre a tevékenységre esetleg esély nincs rá. Nyilván a vadászfelelősségbiztosítás erre nem alkalmas, erre nem terjed ki, mert ez nem vadászati tevékenység, nem vadászterületen történik.
Éppen ezért van az, az egyik ok, hogy ilyen felelősség, érte nem is felelősség, hanem baleset itt jegyzőkönyvet írottok alá magammal szemben is, meg kollégákkal szemben is, ne legyen sebzés. Egy volt nekem, ami után kellett a kutya, azt nem találtuk meg, hogy a 13-4 év alatt egy, nem mondom, hogy jó arány, de az az egy is bántó dolog. Lekopogom, nem volt, de ne felejtsük el, hogy ott 5-10 méterekről beszélünk. Tehát, hogyha már ellövök 20 méterre, akkor már nem biztos, hogy ellövök 20 méterre. A beszélgetésünk egyik nem titkolt célja, hogy ezzel országos példát mutassunk, hogy igen, van rá lehetőség, hogy megoldják a belterületi batkár elhárítást, megelőzést. Itt az ékes példája mindennek. Ugyanakkor nem tudom, hogy bárki alkalmas-e például ennek a tevékenységnek a végzésére. Nem lehet, hogy ki kellene dolgozni esetleg egy olyan vizsgakövetelményrendszert, hogy aki ezt a tevékenységet végzi bárhol az országban, akkor ennek a vizsgának megfeleljen. Itt gondolok elsősorban a jogi ismeretekre, nyilván egy nagyon komoly lővizsgát kellene tenni, és a többi. Én biztos nem vállalnám ezt a kockázatot, hogy mondjuk belterületen, konkrétan lakott terület kellős közepén golyós puskával leadjak egy lövést. De nyilván erre szükség van mindenhol az országban. Hogyan lehetne ezt országos szintűvé kiterjeszteni? Nem tudom. Röviden nem tudom. Mert hogy itt, bocsánat, előtte megsuktad a beszélgetés előtt, hogy igen. Távolabbi önkormányzatok is megkerestek már, abbéli igényel, hogy lásd el náluk is ezt a feladatot. Igen, legutoljára most Tatabánya. Tavaly voltam ott egy megbeszélésen, leültünk ugye az önkormányzat részéről, kértem, hogy rendőrség részén is legyen ott megfelelő létek és személy, ugye egy éve elindult ez a beszélgetés, próbáltam egy év alatt keresni egy olyan kontaktot, vagy egy olyan vadászt, vagy egy olyan embert, akit meghívok ide magamhoz, elmenjünk egy-két éjszakára, nézzük meg, hogy én alkalmasnak, vagy rugalmasnak találom-e őt esetleg, tudnám ajánlani. Hát nem nagyon van, ja, inkább nem, mint van. Két emberrel dolgozom együtt, az egyik ember, az egyik vadász kollégára azt mondom, hogy nem, mind a kettőre azt mondom, de az egyiket már olyan kora óta ismertem, hogy inkább még nem is volt vadász ember, de 4 évet járt velem, mire azt mondtam, hogy na, benne megbízom, bármikor itt nyugodtan egy lövést elengedhet. Ebben a szempontból én is nagyon nehezen találtam kollégát, például most Tatabányán is most zárult le pár nappal ezelőtt, vagy héttel ezelőtt ez az önkormányzat részéről egy megkeresés. Én nekem ugye 250 kilométer oda-vissza, meg ugye időben sem tehetem meg. Remélhetőleg találnak ott egy embert, úgy tudom, hogy igen, nem tudom, hogy szerződéskötés hogy áll, de legalább egy kicsit tudtam segíteni nekik, elindítani, hogy történjen valami. Ott sem egyszerű a helyzet, ha jól tudom, 3 vadászatra jogosult van. Úgyhogy ott azért vannak még kérdések. Ha most neked szegezném én is a kérdést, hogy melyik a legemlékezetesebb sztorid az elmúlt 13 évből. Ki tudnál választani egy olyat, ami valamiért nagyon különleges és emlékezetes? Hogyne. Volt egy olyan esetem itt a házamtól egy pár száz méterre, hogy jelezték, hogy disznók vannak benne, egy ilyen zárvány területen, egy-két hektáros területen, és egészen véletlenül a félautomata Beretta volt nálam, és gyakorlatilag egy két útnak a kereszteződés, az aszfalt úton megállt, hogy jöttek velem szembe. És 3 lövést úgy nagyjából 2 másodperc alatt letettem. Az első az helyben maradt, a második disznó meg elment, a többi meg visszaszelett el a területre. És szóltam az egyik, nem is vadász, de egy hentes kollégának, hogy gyere segíts.
esemény van, én nekem még körbe kell mennem ezen a területen is ellenőrizni, hogy volt-e sebzés, vagy meg kell-e keresni ezt a vadat. Utólag kiderült, hogy nem. Kijött a kolléga, elkezdte a vadat kezelni, nem nagyon elkezdte húzni, kicsit felvágta már mintát venni. Illetve felvágta nekem, hogy mindent vegyem, mondom, figyelj, maradj, én körbe megyek. Nyilván hívom a rendőrséget, nem veszik fel a fiúk. De akkor még nem a szolgálatirányítót hívtam, hanem a járőröket. Nem veszik fel, nem tudtam lejelenteni a lövést. Elmentem a zárvány területen körbe, visszajöttem, srácok, rendőr kollégákat kihívták, nem tudtak a lövésről, én nem tudtam lejelenteni, srác ott késsel éppen így vágja föl egy kicsit a vadat, felemelt kézzel jön ki, kijön, így áll, eddig véresen, néz, hogy mi van, rendőrök is néznek, hogy mi, úristen, egy ember késsel, eddig véresen, amire odaértem, akkor nyilván már mindent tudtak, leigazolt a rendőrség, én megmutattam, hogy itt volt a hívásom, nem vették föl, mint kiderült, valami rabot kísértek, nem vehették fel a telefont, nem tudtam visszaigazolni a lövést, illetve ő nem tudta a szolgálatirányítónak visszaigazolni a lövést. Ez egy nagyon mókás dolog volt, ami nyilván nem lett belőle semmi, leigazoltak papírokat, személyigazolvány, megbízó levél, rendőrségi engedély, köszönjük, hát fiúk, ez van, kijött a lakos, aki bejelentette, bemutatkoztam neki, nem mindenkit ismerek én sem, de nagyon sok embert. Ez egy ilyen emlékezetes esemény, ugye a másik pedig ugye Gödöllőn, amikor két rendőr, két polgárőr kísérete mellett 9 órakor a 6-8 emeletes panel között azért elengedni egy lövést, az nekem is azért az húzós volt, és ugye úgy kellett meglőni, hogy ne jöjjön ki a testből a mag. Nyilván ez a ritkábbik, amikor mondjuk lővilágnál fényes nappal kell belterületen vadat elejteni, de vajon évszakosan vannak-e különbségek, tehát télen, nyáron, mikor a legjellemzőbb, hogy hívnak, milyen gyakorisággal egyébként? Nyilván nagyon befolyásoló tényező az, hogy gyümölcsfák hogy érnek, mikor érnek, mennyire potyog, leszedik, felszedik-e a gyümölcsöt, vagy ott hagyják rohadni. Ezt egyszerűen próbáltam valami úton, módon már befolyásolni, jegyzőkkel kommunikálni, hogy lehetne ezt egy második szomszédban egy érő gyümölcsfáról leszedni a gyümölcsöt. Én nem mehetek be, más nem mehet be. Hogy lehet esetleg a tulajdonost ezt kötelezni rá? Nyilván azok, amit elhagyott ott telkek, a kerítések megint olyanok, hogy átmegy rajta a vad. Onnan átmegy a másodikba, a harmadikba. Tehát nehéz ezt megmondani. Nyilván olyan júniustól, ahogy a eperfa elkezd potyogni, most már május végén fog, elkezd potyogni, onnantól kezdve szeptemberig, októberig, dió, mogyoró, mindent, amit megtalál, az egy erős vonzása a vadnak, és nyilván most nem csak a disznóról beszélek, hanem a nyestől kezdve a szarvasig. Nem nagyon tudom megmondani, hogy mitől van az, hogy vannak olyan időszakok, amikor szinte semmi mozgás nincsen, ilyen például a február. Nem tudom. Tehát február-március gyakorlatilag annyira üres, hogy alig találok bent vadat, de őzet is keveset, és utána eltelik 2-3 nap, és dömping. Hát akkor elmegyek egy 2 órára, hogy minden este, nem 2, maximum 3 naponta vagyok területen. Kocsival járom az utcákat, ahol vannak gyümölcsfák, meg bejelentések vannak, vagy netten a rendőrség hívott bármi oknál fogva. És van, hogy 10-15 őz, az egy normális este, 2-3-4 órán keresztül. De most elindulok olyan 9-kor, szerintem 10-11-ig biztos tudnék mutatni 2-3 bikát, meg 3-4 őzet. Disznót azt most már azt is tudnék, ugye a malacokkal elindultak a kocák. Érdekes, most idén például a süldők gyakorlatilag nulla. Egyébként jellemző, hogy a vad viselkedése megváltozik
belterületen, házak között, mint mondjuk kint erdőn, mezőn, tapasztaltál bármiféle különbséget? Itt azért említetted ezt az 5-15 méteres leggyakoribb lőtávolságot. Hát azért odakint vadászemberként nagyon ritkán tudunk ilyen közel férkőzni a vadhoz. Nyugodtabbak bent, lakott területen? Valóban másképp viselkedik. Tehát a szélre ugyanúgy érzékeny, tehát az ember formára ugyanúgy érzékeny a disznó, és, de mégis másképpen. Tehát ha megállok egy eperfa vagy eperfal melletti bármilyen, egy fal mellett egy két-három ág van előttem, akkor be tud jönni 5-6 méterre, ha jó a szelem. Ha rossz a szelem, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálok. Viszont azt is tapasztaltam, hogy az ottani lakos abba a kertbe éppen kapágat. Gondolkodás nélkül, hogy itt egy disznó a kerítés túloldalán. De ha én kapargatnék, nem kapágatnék ugyanott, egy idegen szaggal, ami rám jellemző, az már zavarná a disznót. Tehát ilyeneket észrevettünk, hogy nagyon sokszor van az, hogy mondtam a tulajdonosnak, ahova leülök egy teraszra. Hogy nyugodtan menjen, hát teljesen mindegy, az ön szaga az itt van már évek óta, én idegen vagyok, ha valamit hall, akkor jöjjön be. Bejön, jön a disznó a kerítésen keresztül. Kutyáktól mennyire tart a vad lakott területen? Vannak olyan videófelvételeim, nagyon sok felvételem van, hőkamerás felvétel is, hogy kerítés egyik oldalán ugut a kutya, másik oldalán egy méterre túrnak a disznó. Valahogy tudja. Azt is tudja, és a róka hát az csodákra képes, ameddig a lánc tart. Onnantól egy méterre oda megy a róka, és ott mászkál. Van olyan, hogy egy gödöllőn komoly bika benn van a kerítésen belül, a kutyától egy olyan 20 méterre, kutya meg van őrülve, bika meg kényelmesen legelészik. Tehát tudja, fél a disznótól, illetve a kutyától a disznó minden egyéb, de tudja, hogy ott van az a határ, és kihasználja azt a határt. De érdekes. Innentől kezdve azt hiszem egyértelmű, amit el is mondtál, hogy a belterületi vadkárt megelőzze valaki, szedje föl a hullott gyümölcsöt, legyen egy jó minőségű kerítés, ne legyen elhanyagolt a porta, környékesem, ne dobálja el a hulladékot, főleg az élelmiszer hulladékot. Az, hogy kutyát tart, ebből a szempontból majdnem mellékes ezek szerint, hiszen a vad azért nagyjából tisztában van a kutyának a határaival. És hogyha mégis bekövetkezik a belterületi vadkár, akkor pedig értesítse az önkormányzatot, és az önkormányzatnak, hogyha van olyan embere, mint itt ebben a régióban te, akkor szólnak, és igyekszel megoldani a problémát. Körülbelül ennyi, igen. Hát én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és nem is hagyjuk annyiban csak most egyelőre, ugyanis kaptunk Balástól egy ígéretet, hogy kamerával felszerelkezve egyszer elkísérhetjük őt egy éjszakai akcióra. Nagyon kíváncsiak vagyunk mi magunk is, remélem ti is. Úgyhogy most itt a beszélgetést ugyan befejezzük, de a témára majd még visszatérünk, remélhetőleg egy éles bevetésen. Köszönjük szépen a figyelmeteket, jövő héten ismét várunk benneteket, olvassátok a vadászlapot, nézzétek korábbi videóinkat is, látogassátok Facebook oldalunkat és a honlapunkat. Megtisztelő, hogy velünk tartottatok, Balázs, köszönjük szépen. Én köszönöm. Ezeket a gondolatokat, jövő héten ismét találkozunk, sziasztok! Sziasztok!